Ezzel az új ultrahangos berendezéssel vizsgálják majd itt Zentán a nőket, hölgyeket, amely a nőgyógyászati betegségek diagnosztizálására, illetve hát a terhesség követésére szolgál. Makra Gabriella első gyermekét várja. Mint minden kismama, ő is kíváncsi magzatának minden mozdulatára, fejlődési szakaszára. Nagyon örülök ennek a berendezésnek. Eddig ilyenre nem volt itt lehetőség, hogy a fizikai vizsgálata együtt is megcsinálják az ultrahangos vizsgálatot. Palotás Gábor, a Zentai Nőgyógyászati Rendőr orvos elmondta, a mérések, illetve a különböző elváltozások felismerése 2D technológiában történik. A 4D viszont adhat plusz információkat. Maga a gép, amit most kaptunk, az opcionálisan támogatja a 4D üzemmódot, viszont ez további felszereltséget, illetve képzést igényel. A Zentai Nőgyógyászaton eddig nem volt semmilyen ultrahangos berendezés. Most mindenképp hatékonyabb lesz az orvosok munkája. Ez felgyorsítja, de minőségesebbé teszi. Minőségbessé teszi és kényelmesebbé a páciens részére. Ceglidi Rudolf, Zenta polgármestere szerint az, hogy a nőgyógyászati rendelő nem szűnt meg korábban, és hogy egy ilyen berendezést is sikerült idehozni, mindenféleképpen sikertörténet. Azonban az egészségügyel kapcsolatban még vannak olyan tervek, amik megvalósulásra várnak a községben. Ez az onkológia ambulans kiépítése a kórház területén, a másik pedig egy CT berendezés beszerzése, hát ez az következő 4 év feladata lesz. Az átadó azért is volt fontos, mert folytatódott az egészségügyben immár 4. körben kiírt pályázatok realizálása. Bodrogi Béla, a tartományi nagyberuházás igazgatóság igazgató helyettese kiemelte, mindig odafigyeltek, hogy területi szempontból is minél nagyobb legyen a lefedettség. A 45 községből, vajdasági községből 24 községbe sikerült valamilyen módon segíteni az egészségügy helyzetén. Az esemény végén a tartományi nagyberuházás igazgatóság igazgató helyettese egy dokumentumot adott át Ceglidi Rudolfnak, miszerint továbbra is támogatják a levéltár számára kialakított raktár részlege felújítását a volt kaszárnyában.